Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úton a rádió felé egy plakáton önt láttam meg. Történelem hamisítás, ugyan már ez a címe a holnap megjelenő heti válaszbeli interjúnak, gondolom én, és ezzel hirdetik természetesen a lapot is. Aztán bejöttem, kezembe kaptam a Magyar Nemzetet, ott az első oldalon a Nemzet megsebzett lelke címmel kezdődik önnel szintén egy hosszú interjú. Ennyire beleállt ebbe a kialakult történelmi vitába, vagy inkább a történelmi vita kapcsán megkezdődött, vagy kiéleződött választási kampányba? Hát én azt hiszem, hogy itt a választási kampány az, ami ezeket a kérdéseket most ilyen élesen felvetette, és hát talán önnek sem került el a figyelmét, hogy milyen durva támadásoknak voltam kitéve az utóbbi időben, ami hát egészen a bulvár szintre is elment, és gondolom, hogy ennek a kapcsán érezhető ez a fokozottabb érdeklődés a véleményem irányába. Hát meg talán azért is, mert önnek azért kitüntetett szerepe van azokban a projektekben, amelyek itt a választási kampány előtt, meg a holokauszt emlékével kapcsolatban megfogalmazódtak, alakulóban vannak, és ha minden igaz, meg is lesznek. Elsősorban a Sorsok házára gondolok természetesen, de ha már ezt említjük, akkor annyiból hozzá kell tenni ezt a tervezett szabadságtéri emlékművet, hogy mind a kettő szinte a semmiből jött elő, egészen váratlanul. Nem volt beszélgetés róla, nem volt tervezgetés róla, nem volt vita róla. Egyszer csak megjelent egy rendelet, hogy ez lesz, punktum, kész. Méghozzá hihetetlen gyorsasággal meg kell csinálni. Ez megnehezíti nyilván például a Sorsok házának. Erre, hát mert én úgy emlékszem erre, hogy ez a zsidó szervezeteknek a kérése volt, és ott a holokauszt emlékbizottság ülésén merült fel ennek a létrehozandó múzeumnak a terve. Az mikor volt? Hát tavaly valamikor, nem tudom, talán szeptember körül, vagy augusztus végén. Tehát nem tudom pontosan, mert a legelején én nem voltam benne ebben. Igen, lehet, hogy fölmerült, tehát lehet, hogy szó már esett róla, de maga a megvalósítás, az elhatározás szerintem még a zsidó szervezeteket is váratlanul érte. Legalábbis hát azóta nem tudom ezt, mert én úgy tudom, hogy a velük a legszorosabb együttműködés során alakították ki ezeket a dolgokat. De mondom, hogy nem tudom ezt ilyen pontosan, mert engem a felkérés, amikor élt, akkor ez már azért, hogy milyen előkészítő folyamat volt előtte, abban nem vagyok annyira tájékozott. De mégis mit gondol, hogy mi magyarázhatja azt, hogy miközben lehetett tudni, hogy milyen évfordulók jönnek, hogy a kormánynak mi az álláspontja, mit szeretne, mégis szinte az utolsó hetekben, hónapokban határozták el. Bolgár úr, maga is tudja, hogy Magyarország mindig mindent később kezd el, de aztán a rajtba mégis behozza a hátrányt, és akkor képes nagyot alkotni. Hát nem vagyunk azok a típusok, mint a németek, akik 6 évvel előtte elkezdik, és szép lassan gyorsulnak fel. Mi egyből az utolsó gyorsító fázisba kapcsolódunk bele. Na, de én maga is tudja. Azt hittem, hogy 2010 tavaszán minden megváltozott. Hát lehet, hogy minden megváltozott, de úgy látszik, hogy ezek a dolgok azért mégsem. Hát akkor ugorjunk innét, ezek szerint ez a magyar hagyományoknak megfelelő, bár én szerintem azért korábbi kormányok alatt minden ilyen nagyobb terv, ami ráadásul vitát váltott ki, egy kicsit több ideig hát azért, volt megvitatva. Azért ezt nem állítom, hogy így lett volna, de szerintem most nem is érdemes arról beszélni. Jó, hagyjuk ezt, maradjunk abból, annál, amiből kiindultam, ez a általam még nem látott heti válasz interjú, ahol ezek szerint a történelem hamisítás vágyát nagyon határozottan visszautasítja. Én magát a fogalmat nem értem. Tehát nem értem, hogy ez mit jelent.
Tehát egy plurális társadalomban, egy demokráciában nincsen egy kötelező történelem szemlélet, mint ami a kommunista típusú rendszerekben vagy a diktatúrákban van. Egyetértek önnel. Itt ezért mindenféle is volt... vélemények ütköznek. Tehát abszolút. Akkor mihez képest hamisítás az egyik meg a másik? Ezzel egyetértek, ezért is csodálkoztam annak idején, és nem voltam egyedül, amikor hirtelen megint csak egyik napról a másikra a kormány kitalálta, hogy a miniszterelnöki hivatal alá rendelt Veritas Történelem Tudományi Intézetet hoz létre, minthogyha a kormánynak a kezében vagy az agyában volna a történelmi igazság is. Hát én nem hiszem, hogy így lenne, de a kormánynak is lehet egy álláspontja, a kormány által létrehozott intézettel, nem tudom mi a baj, hát nálunk minden intézetet általában a kormányhoz létre, például az akadémia is a kormány. De az akadémia által... független, meg az egyetemek is autonómok, és nem tartoznak a miniszterelnök hivatalára. Honnan tudja, hogy egy létrejövő kutatóintézet az mennyiben autonóm? Tehát a politika történeti intézetet, amit egy párt hozott létre, azt is függetlennek szokták nevezni. Tehát ne menjünk bele ezekbe a dolgokba, maradjunk annyiba, hogy más és más szemléletek vannak a 20. századról, ahogy a jelenről is más és más vélemények vannak, és hál' Isten, hogy nincs egy kötelező előírás, amihez képest, mondjuk a 70-es években vagy az 50-es években azt lehetett volna mondani, hogy törtem hamisító, mert nem a párt hivatalos álláspontját képviseli valaki. Abszolút egyetértek önnel ebben, és szerintem még a vezető kormány emberek vagy az állam vezetőinek a véleménye is viszonylag rövid időn belül tud módosulni. Hadd idézek erre egy példát. Áder János az izraeli parlamentben a Raoul Wallenberg emlékülésen 2012 nyarán azt mondta, hogy a 6 millió zsidó áldozat közül több százezren magyar állampolgárok, zsidó honfitársaink voltak, és máig ható fájdalom, hogy a magyar állam nem védte meg őket. Ez annak idején meglehetősen nagy visszhangot keltett, nem pozitív visszhangot sok magyar és külföldi körében is. Ugyanez az Áder János most a Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából kiadott egy elnöki nyilatkozatot, ahol sokkal tovább ment, mert azt írta, hogy 70 évvel ezelőtt hazánk 44-es német megszállását követően a náci helytartók és a velük kollaboráló magyar állami szervek közreműködésével beteljesülni látszott Hitler náci Németországának akarata. Alig fél év leforgása alatt könyörtelenül végrehajtották a gettósítást, és a deportáltak szinte a teljes vidéki. Magyar zsidóságot. Ez sokkal közelebb áll a történelmi valósághoz. Na látja, hogyha valaki esetleg nem elég figyelmesen, vagy nem elég pontosan fejezi ki magát, és építő kritikát kap, akkor azt beépíti. Lehet, hogy túl nagy volt a kritika szerte a világon, és ezt a Orbán kormány nem jól viselte. Ne tételezzük föl elnök úrról, hogy ő tudatosan vagy szándékosan nem vette mindezt figyelembe, amit most, de megértette azt, hogy ebben a kérdésben neki sokkal pontosabban, vagy sokkal kimerítőbben kell fogalmazni, és ezt ezúttal megtette, szerintem ezt üdvözölni kell. Nem azt mutatja mindez, még ez a bizonyos értelemben értékelési fejlődés vagy változás is, hogy azért a magyar jobboldalon hagyományosan igyekezték kisebbíteni a magyar állam, a Horthy rendszer felelősségét a történtekben, és ez még ma is meglátszik, és emiatt tiltakoznak olyan sokan, ha tetszik, a balliberális oldalon Magyarországon. Lehet, hogy ebben is van igazság, de a másik oldalhoz meg azt kell látni, hogy azért itt egy nagyon torzított, nagyon egyoldalúan elítélő és negatív kép volt, amit épp a hivatalos történetírás követelt meg. Egyébként az egész magyar közelmúlttal kapcsolatban, mondjuk az első világháborútól kezdve egészen a rendszerváltoztatásig. Tehát ugye, ha az inga az egyik oldalra nagyon kileng, akkor a másik oldalon is vannak kilengések. Tehát épp ezért olyan nagyon jó, hogy most vannak szabad és nyilvános viták, ahol lehet dolgozni ezeken a kérdéseken, és ki lehet beszélni ezeket a kérdéseket, ezek még nagyon forró ügyek, de ezekből a vitákból fog majd megszületni egy olyan közösen elfogadható szemlélet, amely majd 50-100 év múlva bekerülhet a tankönyvekbe. Ez is jól hangzik, és ezt is
el tudom fogadni, de nem kellett volna sokkal nagyobb empátiával közeledni, nem csak a magyar zsidóság mai képviselőihez, tehát az áldozatok leszármazottaihoz, hozzátartozóihoz, vagy azokhoz, akik bármilyen szempontból érintettek voltak a holokausztban, és nem kellett volna sokkal inkább hallgatni a véleményükre, az ő képviselőiket, az ő szakértőiket jobban bevonni mindabba, amit az Orbán kormány eltervezett, így ugyanis azt érzik, hogy ki vannak hagyva, és sokszor az ő álláspontjukkal ellentétes következtetésre jutnak. Önök, tegyük föl bármilyen tisztességes meggondolásból vagy hagyományból következően. Én meg azt gondolom, hogy nem lehet egy szűk csoportnak kisajátítani a múlt értelmezését, mert ott nagyon sokféle értelmezés van. Tehát én nem hiszem, hogy a kormány kihagyta volna azoknak a zsidó szervezeteknek a képviselőit, akiknek mondani valójuk van. És nem hiszem, hogy szakembereket is kihagytak volna. Lehet, hogy pont azt a négyet, akik most verik a habot, azt kihagyták. De nem hiszem, hogy azoknak van valami különleges igazolványuk arra vonatkozóan, hogy csak az ő munkájuk, meg csak az ő véleményük az, ami értékes és ami számít. Tehát azért itt van egy sokszínűség, amit nem nagyon vesznek figyelembe, és azt gondolom, hogy igenis van érzékenység. Pont most idézte fel, hogy a köztársasági elnök úrnak az érzékenysége, és mindaz, amit a kormány ennek a 70. évnek a megünnepelésével, vagy emlékezett kultúránkba való beültetésével kifejezésre kívánt jutni, az igenis egy gesztus. Ugyanakkor mások részéről ezt a fajta empatikus hozzáállást nem mindig tapasztaljuk. Ön azt mondja, hogy egy szűk csoport mondja ezt, de hát ez a szűk csoport annak a szellemi és akár vérszerinti örököse is, amelyik sokkal nagyobb csoport volt, csak éppen a felmenőkből több százezer embert elpusztítottak, például Auschwitzban, és ők azok, akik elsősorban megszenvedték azt, Gyuri, amit... De ebben egyáltalán nem értünk egyet, mert a leghangosabbak közülük, azok nem is tagjai ennek a közösségnek. Tehát most hagyne idézem fel azt a 3-4 embert, aki ebben leginkább veri a habot, és azok egyáltalán nem tartoznak a zsidó közösséghez. Tehát nem értem, hogy ha oda tartoznának is, tehát ez nem 3-4 embernek a privilégiuma, még csak nem is 10-nek. De a 3-4 hangos tiltakozót, vagy más véleményen lévőt is illene bevonni ahhoz, hogy ez valóban olyan megemlékezés legyen, akár a következő, meg az azután következő, hogy egyenes út vezethessen a megbékéléshez, hogy a történelmet legalább egymással megbékélve tudjuk szemlélni. De nézze, ezt nem értem, hogy mire gondol. Tehát azt gondolom, hogy amikor mondjuk dolgozunk egy ilyen projekten, mint a Sorsok Háza, ez egy nagyon nehéz alkotó folyamat. Ha nem tudunk az alkotó folyamatra koncentrálni, mert közben állandóan minden lépésnél valakik szétszedik azt, amit mi nagy nehezen összeraktunk, akkor abból soha nem fog megszületni semmi. Ezt maga is nagyon jól tudja, mert úgy tudom, hogy maga is írt már könyvet, és maga se szokta oldalanként megmutatni valakinek. És véleményt kérni, mert akkor nem tudja megírni a következő oldalt. Ez igaz, csak én nem állampénzből írok könyvet, és nem valami országos drámának állítok emléket, és ezért nem is tarthatok igényt arra, amit ön mond, de önnek meg szüksége volna arra, hogy minden oldalról támogassák lehetőleg, és minél több de véleményt vegyen figyelembe. Hogy higgy el, hogy erre törekszem, de ahhoz, hogy ki tudjak rakni valamit, amiről majd igenis szükségem lesz a véleményre, mert azt fog majd tovább vinni, ahhoz valamit ki kell tudnom rakni az asztalra. Hát addig meg kell ennek születnie. De hát nem akarják megvárni azt a pár hetes alkotási folyamatot, amíg eljutunk mondjuk odáig, hogy valamit már meg tudjunk mutatni. Nem lehet. Tehát nézze meg, hogy amikor létrehozták a Páva utcába azt a kiállítást, én nem emlékszem, hogy ott széleskörű általános vitára bocsátották azt a kérdést. Folyt arról vita, hogy ki kell lerakni Prohászka Ottokárt a falra, vagy nem kell kirakni. Hát most ne haragudjon, ott miért nem volt ez a követelmény megfogalmazva? Ott miért nem
kérdezték meg a magyar társadalom szélesebb rétegét és csoportjait, a történész szakmának a legszélesebb rétegének a képviselőit erről. Valószínűleg azért, mert az áldozatokra bízták azt, hogy hogyan értékelik a saját sorsukat. De miért kéne az áldozatokra bízni? Hát eddig hát én talán azt hallottam... ők a legsúlyosabban érintettek. De én meg azt hallottam, hogy a történész a szakmára kell bízni. Eddig nem azt mondták, hogy bízzuk az áldozatokra, hanem azt mondták, hogy bízzuk a szakmára. Ott is igénybe vették a szakmát. Döntsék el. Tehát azt akarom mondani, tehát ott nem volt követelmény ez a széleskörű társadalmi megegyezés és a széleskörű szakmai vitának a lefolytatása. Most pedig, míg az alkotó folyamat megindulásakor már ezzel a követelményrendszerrel állnak elő. Hát nem értem. Én megpróbálom megmagyarázni. Ha nem az lenne az alaptörvény nemzeti hitvallásában, hogy 44. március 19-e után az ország elvesztette önrendelkezését, ami felmentést sugall... De miért adna felmentést? Hát mert ha elvesztettük az önrendelkezésünket, akkor nem vagyunk felelősek semmi. Hát de hogy ne lennénk? Hát ne haragudjon! 44. március 19-én elvesztettük a szuverenitásunkat, és ez nem állt helyre, mindaddig, míg a szovjet csapatok ki nem vonultak az ország területéről, de nekem ne mondja azt, hogy azok, akik kollaboráltak, és akik bűncselekményeket követtek el, és üldöztek embereket különböző okok miatt, megkínoztak, megalázták, meggyilkolták, hogy azoknak a felelőssége az nem áll meg. Hát hogy? Hát kinek jut ez eszébe? Remélem, nagyon keveseknek, hát de ha... De nem is értem a feltételezést. De én meg azért vélem érteni, mert hogyha nem láttuk volna az elmúlt 3,5, majdnem 4 évben azt, hogy a kormány tudatosan próbálja restaurálni a Horthy korszakot, a Kossuth tér szimbolikus helyreállításától kezdve a 44. március 19-e előtti állapotba, odáig, hogy Nyírő Józsefet rehabilitálni kell, Vas Albert szobrok tucatjait állítják föl az országban, Horthy szobrokat kezdenek fölállítani, és csak félig, meddig ímmel, ámmal ítélik előket. Most már felsorolt nekem egy egész listát, de hát most mondja meg nekem őszintén, az ön szerint fönntartható állapot Magyarországon, hogy Gróf Andrássy Gyulának nincs szobra, amit most visszahelyeznek a parlament elé. Hát minden idők, vagy a modern Magyarország legsikeresebb politikusáról beszélünk. Az első kiegyezés utáni miniszterelnökről. Mondjuk nem a közös külügyminiszterről. Helyes. Hát milyen rendszer volt az, amelyik Andrássy Grófnak a szobrát eltávolította, és nem engedte meg Magyarországon? Rossz rendszer volt, de ebben sincs vita közöttünk. Hát de most mondta, hogy a Kossuth tére problémája. Mert azt is úgy rendezik, hogy kitalálta a kormány, vagy valaki más, mindenféle pályázat nélkül azt mondták, hogy ez legyen, pont. Ahelyett, hogy meg lehet volna hirdetve egy pályázat, hogy a parlamentben szépen megvitatták volna, hogy ez-e a helyes rendezés, vagy nem, az ellenzék is elmondta volna a véleményét, és jutottak volna valamire, de nem, elhatározzák, ez lesz, punktum, kész. Tehát azt tudnám mondani, hogy végig lehet venni ezeket a dolgokat, de szerintem én nem vagyok abban a beszédhelyzetben, hogy most a 4 éves parlamenti ciklus minden döntését és minden politikai lépését most önnel átvitassam, hogy mi miért van. Csak azt akarom mondani, hogy nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, mert igenis olyan a nemzeti történelmünknek a legfontosabb alakjait, akikre jogosan lehetünk büszkék, próbálta meg az elmúlt diktatúra egyszerűen kisatírozni a magyar történelemből. És akkor meg kell próbálni a demokratikus rendszer demokratikus ellenzéki pártjaival együtt helyreállítani a józan történelem szemléletet. Együtt, de együtt, ez pedig fontos eleme annak, amit csinálunk, de önök nem együtt dolgoznak. Szerintem együtt történik ez. Szerintem az ellen se volt senkinek kifogása, hogy Bíbó szobrot állítottak, bár nekem van, mert szerintem méltatlan helyre helyezték el, de ott se volt megkérdezve senki, egyszer csak oda mentek és fölavatták. Ez történt. Tehát azt szeretném, hogyha megpróbálna egyenlő mércével mérni mind a két oldalra, de nekem az ellen sincs kifogásom, hogy Bíbó Istvánnak szobra van, sőt. Mint ahogy az is helyes, hogy Gróf Andrássy Gyulának végre szobra van. És ha a Horthy rendszert nem próbálnák kedvező beállításba állítani, helyezni, mint ahogy azt a sok történik... De mihez képest kedvezőbb?
Tehát mi fessük le megint egyforma fekete színre. Nem, de már a hát Kádár azért... rendszer utolsó évtizedeiben Ránki Györgytől Ormos Máriáig sem fasiszta rendszernek tartották a horti rendszert. Na de azért, mert valamit nem fasiszta rendszernek hív egy-két történész. Azért még a köztudatba ez ment be, mert ugyanezek a történészek nem a Ránkira mondom, de például Ormos Mária elég sokat tett annak érdekében, hogy azt megelőzően annak tartották. Tehát Gyuri, arra kérem, hogy egy picit legyen megértőbb. Hát ez a magyar történelemnek egy fontos időszaka volt. Voltak eredményei, voltak hibái, mint mindennek. Csak Horthy Miklóst és a Horthy rendszert nem lehet mentesíteni az alól a felelősség alól, hogy majdnem félmillió magyar... Épp most rendez a kormány egy egész éves megemlékezés sorozatot. Hát ki akarja őket mentesíteni? És az alól sem, hogy megtámadták a Szovjetuniót, és ott pusztult a második magyar hadsereg több mint fele. Tehát ki akarja mentesíteni? Nagyon sokkal. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez egy világháború része volt. Tehát azt is látni kell, pont Ránki Györgyre utalt, hát olvassa el Ránki Györgynek az elemzését erről. Hogy ő hogy látta Magyarországnak a helyzetét a második világháborúban. Mert én nekem a Ránki volt az egyik tanárom, tehát én tőle tanultam. Tehát az, hogy milyen lehetőségei voltak Magyarországnak a második világháborúban, azt is lássuk reálisan. Lássuk, én nekem csak hirtelenjében egy személyes példa jut eszembe, mármint nem engem érintő személyes, hanem egy személyre vonatkozó, hogyha a Horthy rendszer tulajdonképpen, hát ha nem is volt bűntelen, de nem követte el azokat a szörnyű bűnöket, amiket a német megszállás után igen, kénytelen volt, akkor Richter Gedeon az első magyar gyógyszergyár megalapítója, később vezérigazgatója, miért volt kénytelen 42 nyarán lemondani a vezérigazgatóságáról, az alatt a Horthy rendszer alatt, amelyikben még két évig nem volt német megszállás, nem volt német utasítás. Az se vonja senki kétségbe, hogy milyen szörnyű körülményeket idéztek elő a zsidó törvények, és hogy hány és hány ponton alázták meg, szorították satuba azokat a honfitársainkat, akiket a zsidó származásuk meg a vallásuk miatt hátrányos megkülönböztetésbe részesítettek. De emellett az az állítás is megáll, hogy közvetlen életveszélyben a náci megszállásig a magyar zsidóság túlnyomó többsége nem volt. És nézze, most, azért hogy ezen a sorsok Kámenyet, házán... Podolszkit nem hagynám ki. Egy pillanatig, hadd mondjak valamit. Most, hogy a sorsok háza dolgozva naponta 8-10 interjút nézek meg, amit túlélők adtak. Tehát mindenki egyetlen egy időpontot emel ki, egyetlen egy dátumot. A 44. március 19-ét. Ez az a dátum, ami mindenkinek beégett az agyába. Az összes többi dátumban bizonytalanok. És ha elmegy a Yad Vashemben, nem tudom, volt-e ott. Igen. Akkor látja, hogy ott is 44. március 19-ével kezdődik a magyar rész. Tehát nem tudom, hogy ez is most miért lett vita tárgya. Hát a holokausznak a definíciója az, hogy szisztematikus, iparszerű megsemmisítése történt meg egy teljes népnek, vagy népcsoportnak, vagy zsidónak minősített embereknek. És azt azért nem vitathatjuk el, hogy ez a náci megszállás alatt nem történt meg. Még akkor is, pontosan, ha 1000 millió megengedhetetlen dolog történt. A náci megszállás előtt nem történt meg. Így van, ezt akarom mondani. Tehát március 19-e előtt ez nem történt meg. Viszont március 19-e után a magyar hatóságok tevékeny és gyakran lelkes közreműködésével történt. Nélkülük ez nem történhetett volna így meg. Ez is így van. Ez is így van. De nem erről folyik most a vita, hanem sokan ezt a 44. március 19-ét kérdőjelezik meg, mint cezúrát, amivel egyszer nem tudok mit kezdeni. A cezúra az cezúra, csak annak az értékelése, ebben van a hiba, és ebben ajánlanék önnek nagyobb empátiát és szélesebb körű bevonását az önök véleményével nem egyező. Én azt gondolom, hogy eléggé empatikus vagyok, és azt is tudnia kell, hogy azért nem mindig olyan hangnembe folytatják egyesek ezt a vitát, ami a,
ami lehetővé teszi azt, hogy a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd lefolytatható legyen. Egy dolgot szeretnék még kérdezni, valószínűleg azért is, mert ön nem csak jól ismeri John Lukácsot, az Amerikában élő konzervatív történészt, hanem sokszor beszélt, találkozott is vele, és ő írt egy figyelemreméltó levelet a Népszabadságnak arról, hogy Putyin megállapodott Orbán Viktorral az új atomerőművek építéséről, és ő is cezúráról beszél, azt írja, hogy most a választóvonalhoz érkezett Orbán Viktor. Nem szabad nagy orosz szomszédunkhoz sündörögnünk, alkalmazkodnunk hozzá, mert az talán végleges teher lehet hosszú időre, és a magyarság kárára válik. Nekünk a nyugat a vezérlő csillagunk, még ha sokszor csalódtunk is benne, írja John Lukács. Nem kéne megfogadniuk ezt? Én nagy tisztelője vagyok John Lukácsnak, és valóban személyesen is többször találkoztam vele, és jól is ismerem, de azt hiszem, hogy ha most erről elkezdenénk beszélni az Oroszországról és a világpolitikáról való helyzetnek a mostani értékeléséről, az szétfeszíteni a műsornak a kereteit, szívesen állok rendelkezésre egy másik alkalommal. Csak annyit mondjam, hogy megfontolják-e. De azt akarom csak mondani, hogy lehet, hogy onnan Amerikából nézve egy picit másképp néz ki a helyzet, mint innen. Én megmondom őszintén, hogy az, hogy nekünk az atomerőművet ki kell bővíteni, és az atomenergiára szükségünk van, én ezt azért nem kérdőjelezem meg, mert egy másik, az Egyesült Államokban élő és általam nagyon-nagyon szeretett és tisztelt nagy tudós, aki megtisztelt azzal, hogy jó személyes kapcsolatban voltam vele Tellerre, de azt mondta, hogy Magyarországnak erre van szüksége. Tehát most, hogy egy meglévő atomerőműnek a bővítése, amire szükség van, hogy azt mással is meg lehetett volna oldani, mint Oroszországgal, ezt nem hiszem. Nem gazdasági és nem technikai kérdéshez írta John Lukács, hanem értékválasztás, és ebben én, lehet, hogy neki van igaza. Én nem tudom, tehát ezt nem tudom, hogy ő ezt mire alapozza, nem tudom, hogy milyen más alternatívák merültek fel, és azt se gondolom, hogy a geopolitikai helyzetben beállott változások, amelyek természetesen Magyarországot is érintik, és amelyek visszamennek egészen az Obama beiktatásától eltelt időszakig, azok lehetővé tettek-e másfajta orientációt, hiszen csak emlékeztetem önre, és azt hiszem, hogy itt be is fejezem, hogy volt kísérlet arra, hogy az energiafüggőséget a Nabucco vezeték egy picit csökkentse, de kútba esett. Tehát nem tudom, hogy mennyire vagyunk beszorítva mi ebbe a helyzetbe, vagy voltunk beszorítva, nem tudom, hogy mennyire voltak más szempontok is, amiket mérlegelni kellett. Köszönöm szépen, Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Én is köszönöm, minden jót kívánok.